Majdnem 20 ezer új fertőzöttet találtak itthon egy nap alatt, ami azt jelenti, hogy továbbra is gyorsan fertőz az Omikron vírus. Ráadásul a szakemberek szerint még a felfutó ágban van a járvány, vagyis a fertőzöttek száma még tovább emelkedhet. Ezért továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy az oltás a leghatékonyabb védekezés a koronavírus ellen. Oltással indult a szerda reggel is az Alamegyei Szent Rafael kórházban. Most azok érkeztek az injekcióra, akik korábban foglaltak időpontot. Mi bízunk az egészségügybe, az orvostudományba, és azért úgy gondoltunk, hogy most is jó lesz, hogyha mi magunk részéről megtesszük azt, amit megtehetünk, és az annyi, hogyha beadatjuk az oltásokat. A járvány terjedése miatt a szakemberek továbbra is arra hívják fel a figyelmet, hogy a koronavírus ellen főként az oltással lehet védekezni. Ezt a COVID-járvány sorozatot egyféleképpen tudjuk legyűrni, ha legalább az alapimmunizációja mindenkinek megvan. Ez lesz az áloga annak, hogy a nyárra a hátunk mögött tudjuk hagyni ezt a járványos időszakot, és ezt követően egy normál influenzánál nagyobb horderejű történésekkel ne bírjanak a következő COVID megjelenése. A legfrissebb adatok szerint a beoltottak száma közben elérte a 6 millió 365 ezret, több mint 6 millió 100 ezren megkapták a második oltást, mintegy 3 millió 700 ezren pedig már a harmadik dózist is felvették. A Omikronnal kapcsolatban nagyon-nagyon gyors a hullámnak a felmenő fázisa, és legalább ilyen gyors a lemenő fázisa. Magyarország a járványhullám felfutó szakaszában van, ezért továbbra is magas a fertőzöttek száma. Erről Kacskovics Imre beszélt a Kossuth Rádióban. Az immunológus kiemelte, az oltatlanok esélyében az Omikron vírus variáns súlyosabb tüneteket okozhat. Hozzátette, aki még csak két injekciót vett fel, és a beadás óta eltelt már 3-4 hónap, annak mindenképpen javasolja a harmadik adagot. Annak ellenére, hogy a legtöbb embernél enyhébb betegséget okoz, azok, akik oltatlanok, az ő esetükben még mindig súlyos betegségre számíthatnak, hogyha megfertőződnek és megbetegednek. Az oltás azonban nagyon sokat segít az Omikron esetén is, bár korábban ugye azt mondták, hogy ez kikerüli az oltás védelmét, nem kerüli ki, gyengébb valamivel a védelem, de tulajdonképpen elmondható ma már, hogy aki be van oltva, annak sokkal-sokkal kisebb az esélye, hogy kórházba kerüljön. Közben emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az előző héthez képest egyetlen mintavételi helyen sem mértek csökkenést. Egy nap alatt itthon csak nem 20 ezer új fertőzöttet igazoltak, és 77-en haltak meg a szövődményekben. Kórházban mintegy 4400 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen. Csütörtöktől újra előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehet kérni a védőoltást. Februárban ugyanis tovább folytatódik az oltási akció. Csütörtökön és pénteken délután, valamint szombaton egész nap.